Köszönjük szépen a keretek felvázolását, és akkor, hogy egy kis izgalommal megtöltsük ezeket a kereteket, szeretném megkérni Cirfusz Mártont, az MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutató Központjának a tudományos munkatársát, hogy beszéljen egy kicsit arról, hogy hogy is nézhet ki Magyarország 2050 és 2100 között az alapján, amit most tudunk róla. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, meg köszönöm szépen a felkérést. Én azért vagyok itt, mert nagyjából egy-másfél évvel ezelőtt a kollégáimmal együtt volt egy kutatásunk, ami a klímaváltozás kapcsán próbált meg arra rátekinteni, hogy milyen társadalmi és gazdasági, és azon belül persze területi folyamatok várhatók Magyarországon 2050-ig. És akkor a mai előadásban egyrészt mutatnék néhány szlájdot a kutatásnak az eredményeiből, másrészt pedig próbálnám egy kicsit tovább gondolni azt is, amit már Gyuri elkezdett itt a felvezetőjében, hogy milyen tervezési dilemmák vagy területi tervezési dilemmák kapcsolódhatnak mindez a témakörhöz. Nagyon röviden beszélnék magáról a kutatásról, ez tulajdonképpen egy ilyen tágabb keretbe illeszkedett be, ez pedig egy új tervezési eszköznek a megjelenése, ez pedig a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, ami így a klímapolitikai tervezést próbálja meg segíteni. A maga a térinformatikai rendszer, amit a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet szerverein fut, ez az Európai Gazdasági Térség Alapok segítségével valósult meg az alkalmazkodás a klímaváltozás programon belül, és ez az új térinformatikai rendszer számos elemet tartalmaz, mi ebbe a társadalmi és a gazdasági típusú területi adatokat raktuk bele az itt látható kutatásnak a keretében. A maga a térinformatikai rendszer most már lassan egy éve működik, ugye rögzítve van kormány határozattal, azt hiszem, a helye és a további építés is folytatódik, tehát adatokkal való feltöltése és újabb modulokkal való kiegészítése. Mi, amit ebben a kutatásban csináltunk, az természetesen nem egy nagyon-nagyon általános, minden témára kiterjedő kép volt, amit próbáltunk meg adatokkal is alátámasztva belerakni ebbe az adatbázisba egészen 2050-ig, hanem kiválasztottunk négy kisebb területet. Ez a demográfia, a gazdaság, a földhasználat és a klímaváltozással kapcsolatos társadalmi attitűdök, és ilyen típusú adatokat szolgáltattunk az adatbázisba az itt látható viszonylag különböző területi szinteken, és természetesen magában az adatbázisban vannak más elemek is, amelyeket más kutatók, kutatócsoportok, intézmények raktak bele az adatbázisba. Én most a demográfiai, a földhasználati és a gazdasági részről hoztam néhány eredményt, a társadalmi attitűdökről majd a Baranyai Nóra kollégám fog beszélni néhány előadással később. Tehát mutatok néhány eredményt az eredményekből, hogy lássuk, hogy mi várható a mi számításaink szerint. Készítettünk egy népesség előrejelzést járási szintre, ami azt gondolom, hogy így nagyon fontos keretfeltételét mutatja meg annak, hogy mi várható. Itt ugye a trendek azok ismertek, mi most már népességcsökkenést számítottunk ki, és ugye ez a Eurostat és a Központi Statisztikai Hivatalnak a mindenféle számításival egybevágnak nagyjából az eredményeink, hogy mi várható, csökkenő népesség és előregedő társadalom, de mindez területileg nem egységesen, hanem nagyon változékony módon valósul majd meg, és akkor erre természetesen, hogy egy ilyen közpolitikai jelentőséget is felvillantsak, fontos lesz, hogy a szociális szolgáltatások például, és ezek a különböző járásokban, településekben majd hogyan érdemes számolni ezzel. A következő témakör az egy ilyen gazdasági makró előrejelzés volt, aminél megpróbálták a kollégák az OECD módszertan alapján egy ilyen hosszú távú előrebecslést adni a gazdasági trendekről, és ilyen kísérleti számításokat
csináltak azzal kapcsolatosan is, hogy mi várható, hogyha a klímaváltozási paramétereket is beleépítjük a modellbe. Ugye ez a közgazdaságtani szakirodalomban is viszonylag ilyen gyerekcipőben jár ez a témakör, úgyhogy az eredmények nem is voltak annyira egyértelműek. Ez egyébként ez a tapasztalatunk egybevágott a nemzetközi irodalommal is. Tehát nem igazán tudjuk, hogy a klímaváltozásból egész pontosan mi fog számítani és milyen irányba. Mondok egy ilyen egyszerű példát, hogyha nő a csapadék, akkor az egész pontosan mit fog jelenteni a GDP adatok szempontjából, nőni fog a GDP, vagy mert éppen olyan pótlólagos beruházásokra lesz szükség, amelyek a növekvő csapadék miatt adódnak, vagy éppen csökkenni fog a GDP mondjuk, mert a mezőgazdaság nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni a változó klímaviszonyokhoz. Szóval, hogy rengeteg kérdés maradt fenn, de minden esetre vannak különbségek, hogyha a klímaadatokat beleépítjük ezekbe a számításokba. És akkor még egy dián van, ami a földhasználati modellezésnek az eredményeit mutatta be, ami települési szinten készült. A Corin föld felszínborítási adatbázisra építve részben, és ez kiegészítve mindenféle társadalmi és gazdasági típusú adatokkal készült egy előre számítás egyrészt 2030-ig, aminek az volt így a fő eredménye, hogy köszönhetően többek között a mindenféle országos politikáknak is az erdőknek a száma vagy felszínborítási területe az növekedni fog, a mesterséges felszíneké is, viszont hogy a szántóföldek, a gyepterületek és az ilyen komplex, nagyon vegyes használatú területeknek a részaránya az viszont csökkenni fog. De természetesen ez is nagyon különböző területi mintázatban valósul meg, és az átalakulásnak a valószínűsége is nagyon különbözőek attól függően, hogy az Alföldnek az alföldi homokhátságon vagyunk, vagy éppen ugye Budapest belvárosában. Úgyhogy itt a fő tanulság az volt, hogy a jelenlegi és a jövőbeli folyamatok azok egy ilyen homogénebb földhasználati mintázatot vetítenek elő, amivel nyilván érdemes a tervezéspolitikának is számolni. És akkor a következőkben néhány ilyen dilemmát mondanék el, amivel találkoztunk a kutatásnak a során, és ami szerintem így fontos, hogyha arról gondolkozunk, hogy hogyan tervezzünk a jövővel. Az első ilyen nagyobb csomag, azt akköré a kérdés köré építettem, hogy mit tudunk a klímaváltozásról, és ami fontos, és amiről a Nóri még kicsit fog beszélni, hogy a különböző tudások arról, hogy így mit tudunk a klímaváltozásról, és az ahhoz kapcsolódó társadalmi folyamatokról, azok nagyon különböző társadalmi viszonyokból származnak, mást, hogy érzékelem én, aki a Budapest belvárosában lakik, és más, hogy érzékeli egy mezőgazdasági termelő, akinek a megélhetésére a klímaváltozás közvetlenebbül hatással van. Itt szerintem, ami nagyon fontos, hogy ezeket a laikus tudásokat is, idézőjelben laikus tudások is építsük be a tervezési folyamatba. Persze a nagy dilemma az, hogy mindezeket az információkat hogyan tudjuk egy térinformatikai rendszerbe is elhelyezni. Mi erre is tettünk kísérletet pont annak kapcsán, hogy a társadalmi attitűdöket is megpróbáltuk felmérni és azokról adatokkal szolgálni. A második ilyen dilemma csomag az, hogy így mi a klímaváltozás, meg egyáltalán mi a jövő. És akkor amiről szerintem muszáj beszélni, az, hogy kinek a számára tervezünk, és ez mit jelent, és kinek az érdekeit próbáljuk megképviselni. Mondok erre is egy példát, ott vannak a földhasználati adatok ebben az adatbázisban. Ki fogja ezt használni, hogy ezt majd a kistermelők fogják használni, vagy éppen a nagy földterületekkel rendelkező gazdák, egyáltalán nem mindegy, és politikai döntésnek is nyilván a kérdése. Nem tudjuk, és erre is még sokkal több kutatásra volna szükség, hogy mi az oksági kapcsolat a klímaváltozás és a társadalmi viszonyok között. Ez egy egyirányú folyamat, vagy éppen kölcsönkapcsolat van-e
a kettő között, és a most tapasztalt oksági viszonyok azok kivetíthetők egy az egyben a jövőben, jövőbe és a jövőbeli viszonyokba. És hogyha összepróbáljuk kapcsolni a klímaváltozást meg a társadalmi viszonyoknak a kérdését, akkor nagyon fontos, hogy ezek egy ilyen térinformatikai adatbázisban, hogy a rétegeket tudjuk egymással együttesen nézni és összekombinálni. Jelenleg ezt még nem tudja az adatbázis, de a fejlesztés során majd még lesznek ilyen típusú fejlesztések. És akkor a módszertanról még néhány ilyen rövid mondat. Az egyik, hogyha segíteni akarjuk a tervezést, akkor mi a jó a tervezőknek, ha egy jövőt vázolunk fel, vagy hogyha különböző szcenáriókban több jövőt. Mi a jó a közpolitika számára, hogyha van egy egyszerű közpolitikai válaszunk, vagy hogyha felvázolunk több jövőképet, és ezzel esetleg éppen hogy csak elbizonytalanítjuk a tervezőket. Nekünk azt hiszem, hogy az volt így az állításunk, hogy az egy kiút lehet ebből a dilemmából, hogyha változási valószínűségeket is megfogalmazunk, mert azzal fel tudjuk oldani egy kicsit ezt a dilemmát. És akkor azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna mondani, hogy akit a részletek érdekelnek, itt vagyok az egész nap során, tehát nyugodtan kérdezzen, illetve nézzék meg a honlapunkat, ahol minden kutatási eredmény is benne van. Az adatok, amiket meg előállítottunk, azok pedig a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben hozzáférhetők. Köszönöm szépen a figyelmet!